Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuját a koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont. A nagy beruházás közel 4 milliárd forintból az Árpádház program keretében valósult meg. Ma a történelem egyik csomópontjában gyűltünk össze, gyűlhettünk össze újra. A székesfehérvári Nagyboldogasszony Székesegyház történetével találkozhatunk itt. Minden az Árpádházzal kezdődött, valahol még messze túl a Kárpátokon. A vérszerződés legendája jól mutatja meg számunkra a pillanatot, amikor megköttetett az a szövetség, amely azokon a bizonyos vérzivataros évszázadokon át egészen idáig elvezetett bennünket. Az Árpádok nem egyszerűen egy új országot foglaltak el fegyverrel, hanem új hazát építettek, életük munkájával és küzdelmeivel gyarapítva. A látogatók a Nagyboldogasszony Bazilika történetét, az államalapítás időszakát, a Szent Istváni korszakot ismerhetik meg a kiállító terekben. A földszinten a hajdani mozi nézőterét idéző 400 négyzetméter alapterületű kiállító teret alakítottak ki. Itt idézik meg a Bazilika alapítójának, Szent Istvánnak az alakját és az alapítás időszakát. Gyakorlatilag itt a 11. századtól végig kísérhetjük az egész építéstörténetet, illetve a kulisszatitkokat is, hogy így fogalmazzak, hogy különböző sírépítmények, pillérfők, oszloptöredékek és egyéb faragványok is megtalálhatók, részletes leírásokkal, audiovizuális elemekkel, projektoros vetítéssel, kijelzőkkel, interaktív tálatvezető rendszerrel. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek olyan nagy élményt fog jelenteni korosztálytól függetlenül. A látogató központ megnyitóján Cserpalkovics András polgármester az esemény jelentőségéről beszélt. Mint mondja, végre lesz egy olyan központi épület az egykori koronázó bazilikához közel, ahol a látogató információt kap arról, hogy miért a nemzet történelmi bölcsője a mai nemzeti emlékhely. Itt a kövek segítségével, a kőfaragványokat megnézve, a különböző elektronikai, digitális lehetőségeket kihasználva mindent átadunk, amit ma tudunk erről a egykori templomról, annak a jelentőségéről, a királykoronázásokról és temetkezésekről, és ha valaki ezt megnézi, és utána átmegy a nemzeti emlékhelyre, akkor már úgy lép oda be, hogy ugyan sajnos nem áll az egykori templom, de mégiscsak úgy magába egy kicsit elképzelhető, és a hely jelentőségével pedig tisztában van. A faragványok eddig más intézményekben, múzeumokban voltak látogathatók, illetve a Szent István Király Múzeum telephelyein. A háromszintes épületben körülbelül 300 faragvány tekinthető meg. A tárlat ma 21 óráig ingyenesen látogatható.